Moson Magyaróváron a vár bejárata előtt tartott sajtótájékoztatót Seres Mária. Az SMS párt 4 évvel ezelőtt már indult a választásokon, akkor még civil mozgalom néven. A jelöltjeik országszerte a Holnap mosolyáért szállnak síkra. A helyi jelölt Nagy Attila, akinek neve ismerősen csenghet, hiszen 10 évvel ezelőtt a hegyeshalmi kishatár megnyitásában volt fontos szerepe. 2,5 évet tevékenykedtem, nagyon sokan aláírták az aláírás a éveket, parlament, Európai Parlament, Unió, Ombudsman, mindenfelé elküldtem, és hát 2,5 év után megnyílt a kishatár. Nagy örömünkre kiszámíthatóvá vált a munkába járás. A Seres Mária szövetségesei egyfajta szemléletváltást szeretne elérni a hazai politikában. Szerintük a marakodás helyett a kompromisszum vinné előre az országot. Hogyha annyi változna, hogy a parlamenti pártok a másikban meglátják a partnert, és 4 éven keresztül nem folytonos harcokat közvetítenének felénk, hanem időnként felcsillanna a reménysugár, hogy azokat a problémákat, ami mindannyiunk problémája, végre elkezdik együtt megoldani, és nem csak egymással foglalkoznak és személyeskednek, akkor már jobban járnak. A választásokon induló pártok közül az SMS-ben a legnagyobb a nők aránya. A politikus asszony szerint ez fontos tényező, hiszen a családok életében is a hölgyek teremtik meg az egyensúlyt.